A téli szünet után az óbecsei felszabadulás tér megtelt virágokkal, az óbecseiek, valamint a környékbeli településekről ide látogatók és az ország különböző pontjáról érkező kiállítók legnagyobb örömére. A virágpiacot már hosszú évek óta megszervezik, az ideit viszont a megszokottnál kicsit később tartják, de még mindig a megfelelő időben a különböző növények ültetéséhez. A virágpiacon, mint ahogyan ez a nevéből is kiderül, számos virág megtalálható, szoba és kerti növények egyaránt, továbbá különféle faültetvények, kaktuszok, gyógy- és fűszernövények, de vannak itt kerámiák, díszes cserepek és dísztárgyak is. Hoztam néhány új dolgot is, amennyit sikerült elkészíteni. Szép a piac, csak az idő kellemetlen, de ez ellen nem tudunk tenni semmit sem. Én különleges edények kidolgozásával foglalkozom, melyekben növényeket lehet ültetni, és mivel ez virágpiac, néhány edénybe bele is ültettem növényeket, olyanokat, amelyek hosszabb ideig kitartanak. Nem virágzó növényeket, hanem leginkább zöld növényeket, kaktuszokat például. Mi kertészetünk, ugye a szabó kertészete elég széles skálájú árut kínál ezen a virágpiacon. Főleg az egyévesek mennek mostan, meg a muskátlik, petóniák, büdöskék, stb. Van sziklakerti programunk is, és szobanövények is. Mivel most van a szezon, azért csak van valamennyi eladás, ha bár ez az idő jobb lenne, ha napos lenne. Hát reméljük, hogy jobb lesz a következő napokban. Vrnyácska banyáról érkeztünk, egyébként nem először vagyunk itt, már visszamenőleg mintegy 10 éve járunk Óbecsére a virágpiacra. Szeretek eljönni Óbecsére, mert szép város, hasonlít Vrnyácska banyára ezekkel a parkokkal. Dísznövényeket kínálunk, mintegy 10 félét állítottunk ki. Örökzöldeket, alacsony, közép-magas és magas növésű magnólia fajtákat, különböző színekben. Kínálatunkban szerepel ezen kívül japán juhar, amelyek körülbelül 3 méter magasra nőnek. Igen dekoratívak, és nem változtatják a színüket, mindig vörösek. Ezen kívül díszfákat is árulunk, különböző fajtákat és gömb alakúakat. Vörös levelű díszcseresznyét, japán cseresznyét. Kihangsúlyozom, hogy ezek vörös levelűek, mert léteznek zöld levelűek is. Az enyémek vörös levelűek és vörös virágúak. A kiváló ízek kedvelői a házi készítésű termékek standjain válogathatnak cukorkákból, süteményekből, édességekből, mézből és gyümölcslevekből, amelyek 100%-ban természetesek és rendkívül ízletesek. A kínálatban ezen kívül házi készítésű természetes alapanyagú kozmetikumok, továbbá különféle balsamok, kerti felszerelés, kéziszerszámok, fűnyírók szerepelnek. A rendezvény szervezői Óbecse község idegenforgalmi szervezete és a Bíber Polgári Egyesület, támogatói pedig Óbecse község önkormányzata és a város számos vállalkozója. A virágpiac április 29-éig tart. A szervezők pedig felszólítják a látogatókat, hogy tartsák tiszteletben az összes előírt járványügyi intézkedést.